Sziasztok! Ez itt újra a hírozni végigjátszással, és folytatjuk utunkat ezen a pályán. Hát... nem tudom, ez olyan, mintha nem lenne fölvéve, de remélem ez nem így van. Még az a szar, hogy itt... ugye, lehet, hogy azt sem, hogy odaállok, basszus. Akkor aztán jöhet bármi. És bárki. Amikor megtámad, és azok a gyorsan, és le tudom venni ezzel a sereggel. Nem tudom, valami, és valamiért akadozik, basszus. De nagyon. Olyan, mint hogyha még a felbontás is fura lenne a játéknak. Na mindegy, egyelőre. Vagyunk. Boy. Nem tudom. Az itt akar. Hát, nem sokat szedne rám. Sajnos. Na hát azt leítél váltogot. Na jó, neki menjünk. Plac! Szép volt. De jó. Lezúznak, basszus. Még ebben bizakozhatok körülbelül. Nem érsz oda. Erről volt szó. Hú, mégis a lényeg túlélte. Csak azon szél semmi. Kell ide még erő. Mégis semmi vagyok. Erő nélkül. Kis védekedés. Az nem fog ártani. Az egész seregnek. Na jó van, itt csinálok szépen egy vételt. Is. De nem egy vérvételt, hanem egy egységvételt. Nem tudom, mely embereket higgyem még. Embereket mindenképp, az egyértelmű. Oké, hát akkor most így felsült, nem baj, ide állunk, hogy ez a rohadék addig ne jöjjön. Aztán pedig, amint megvan a kék sátorkulcs, neki annyi. Csak így előzetesen mondom. Na most egyelőre várunk. Több okból. Na, ezzel ide megyünk. Sajnos ezt nem lehet máshogy meggátolni. Nem tudok átjönni, úgyhogy... majd ez így. Oké. Okay. Akkor még várjunk egy kört. Azon pirulózok. Jó,
A bolondal azok, hogy ez mit belerol a halálba, tehát hiába van belőle, nem tudom mennyi, ha csak tényleg nem ilyen 4-500 ember a 50 ember ellen, akkor jó, mert akkor nem hal meg folyamatosan belőle egy csomó. Egyébként nem sokat ér a bolond, amilyen bolond, úgyhogy... Hát egyre várunk, és fel is alá járunk. Körülbelül. Jól van. Akkor ezt így. Na, még 100-16 nem néz ki rosszul éppenséggel. Hát, berakjuk ennek a helyére szerintem. Oké, ezt visszük. Mondom, mi a franc? Nem tudok oda menni. Ezt most nem igazán értem, ha csak állna állják utunkat. Vagy nem tudom. Ezt most nem igazán vágom, hogy mi van. Lehet, hogy... Ja, persze, csak hős mehet át. Ó, basszus. Egy-két pluszkört. Okay. Jaj. Hát akkor ez megy a levesbe. Szóval nem tudom irányítani, csak ilyennek tartom a dolgot. Karaktert illetően, úgyhogy én kevesebb is több nekem, mert ezeket nem hal meg azonnal az első csatában. És azért az fontos. Na, hogy vagyunk, mondom. Hogy vagyunk. Jó, egész jó. Sőt, ez mi? Átmenetek serege moráját. Kicsit kitérő. Nem is kicsit. Ez mi? Csoportnyi bandita. Hát ezt ledaráljuk konkrétan. Sapa bírom egy picit, mint a madár, úgyhogy ezt így ezzel hagyom. Két sebesség. Köszi. Ójjaj, ezt sajnos el kell foglalni. Köszi. Sajnos nem férnek be a csapatba. Hop-hop. Ott egy hős. Oké, na jó, van akkor így bent tankolunk. Látszózzuk ide. Locs. Tovább erősítjük sereinket, ezt leszárjuk konkrétan. Izomzat. Ezt még le kell támadnunk sajnos. Nincs mese.
csak nem tudom berakni, ezt hova rakjam be. Most hova rakta? Elé? Ja? Oké, nem szóltam. Hoppá, jó. Ez látszik egy fix blokk, gyakorlatilag. Ez a pályán. Hát legyen. Legyen ez a fix blokk. Sosem meg kell kezdeni. Nincs mese. Egyik megpusztult. Többi az megoldható. Basszus, hogy a szarba értél oda? Legyelj meg! Ráncva, nem tudom, hogy ért oda. Talán ő sem tudja. Ennek kompeszó. Jó, kéket azokat a kilőttük. Karaván. Na, mi a baj? Ez mi? Megduplázza? Hát az köszi. Na. Most le kell verni, sok XP miatt. Köszi. Volt. Nem fér be. Ja, ezt a hülyét nem tudom, hogy hoztam el. Ez nem kell. És már ez utána kéne valahogy megvinni. Megoldjuk majd. Ezek a penye. Na, berakta. Ó! 24% már itt se gyenge az ellenállás, azt hiszem. De így még jobb lesz. Jaj, ne! Csak pontos emberek mehetnek át. Remélem, az vagyok. Azt szerintem, mert a főszereplő vagyok a pályának, remélhetek, tényleg az. De úgy látom, hogy át tudunk menetelni. Mindjárt át is hozzuk azt a rohadt. Kicsit esélytelennek tűnik. Ez komoly. De utálom, hogy ilyet, amikor ez van, basszus. Tudnénk csinálni. Van egy tippem egyébként. De egyelőre ezt húzzuk le. Mert azt hittem, hogy ennél jobbak vagyunk. Szerintem élete, jaj. Kéne nyitam. Eh.
Egyetetlen. Komoly. Jaj. Néha például. Nem sok, de arra elég, hogy ne tudja venni. Így így. Na, megugrottam egy szintet így kereszt. Jaj, de jó. Nem szereztetek többet. Van a küldetésben. Szupi. És ezt is lehozhatnám éppenséggel. Ez még jól lenne, mondjuk a kapu betöntése arra, tök jó lenne ez a karakter. Az egység pontosabban, de hát... másra nem lenne jó nagy valószínűség szerint, illetve elterelésre. Ezzel meg most nem fogom tudni csak úgy leverni. Nehéz, nehéz ugye ez. Nehéz, nehéz. Pusztulj, adagad ezt, hogy semmit nem szedek le. Neki. Meg kell térni, hogy hamarabb. Hihetetlen. Ezt így nem lehet leverni. Az utolsó sem tudom leverni, basszus, hogy annyira gáz az a rendszer ilyen szempontból, hogy már teljesen túl van erősítve mindenki. Hát ezt csak úgy tudom leverni, hogyha ide jön a másik kösde. Félvilágot bejárni, az eléggé esélytelen. Az egy kérdés, hogy ezt le kell vernem. Birodalom áttekintése, ha nem. Ez a Hundrik nevű hős. Az a kérdés, hogy ez Hundrik. Nem, hát akkor olvasról szarom le. Konkrétan. Szép már nem kapok, úgyhogy hányas szint tudtam, max 25. Élet keresztje, az nem is olyan rossz dolog. Ha? Ezt az alapfejlesztést megkapom, az viszont jó dolog. Akkor a diplomáciája, hú, de sokat nem ér bele, hát én van. Jó, ezzel egyelőre mégis visszamegyünk ide. Akkor maximum majd találkozunk máshol, de nem is kell ezt elfoglalni, bár jól jönne, tehát tény, mű tény. Jó jönne nekünk. Osztíj! Csak ezen kívül semmi más jó nem jön neki belőle. Jelen pillanatban. Úgy szétveri a seregemet darabokra. Na. Mint elállnak, hogy mi? Komoly. Szuper. Nagy rossz sereg ez ma. Egyébként.
csak ezt lehozom, az már egy elég jó lehet. Ja, nem tudom lehozni, basszus, ez is engány. Nem tudom lehozni, mert el kell foglalom még egy várat, de ezt az alsó várat nem tudom. De ugye megcsinálva, nem mehetek, hát csak ezzel a hőssel mehetek át, tehát ha itt rá kucsal, akkor mondjuk be, nem kész, hogy most itt tettünk ki, ami nem tudom, hogy hol van, de először ezeket verjük le. Csak élőből tud kövezni, és nem szed belőle. Ez jó volt. Még a csoportunk múlja, ha az volt a sakedél. Még szebben vannak. Megváltozik. Ez már annyi. Sokan voltak, kaptunk, óóó, tehát az ők csizmája. Jó, azt ne rakjuk is be. Az akkor csak ugyanez. Ha sima úton, akkor ez még jobb. De ez is ugyanazt adja, mindenek már átadjuk a másik ősnek is. Az kész. Hát van az öled vára, ami üres, szilárda. Akkor én mindenki ide. Csak jó, hogy akkor mindent ide rakok, miközben senki nem ér oda majd, ahol kell. Hát ez van. Most gáz. Ez így van. Nem tudok, hogy csinálom. Itt venni nem tudok. De, én azt hittem, hogy pénzt kapok, mert ezek erre mindig a másik fajtával. És el lehetne venni. De nekem elég lesz a várak elfoglalása. Basszus. Viszúzós. Azt hittem, hogy egy kicsit többet fog szivatni. Most nem tudom, mit fogunk először, ezt vagy azt. Egy. Akkor legyen ez.
2-es volt. És elviszi a... az embereket is. Jaj, és micskara van? Basszus, nem is lehet berakni, hát ez nagy gáz. Nem azért mondom. Akkor megyünk a másik városért, hát valamit valamiért. Mégis. Ó, távol még meg. Ja, nem sok kentaur, nem eltűnt akkor is. Ott. Ruidák lánca, ez mi akar lenni? Ruidák lánca. Hát ez nem érdekes. Konkrétan nem érdekes. Ez viszont elég egy érdekes nagy sereg. Sajnos hiába. Hogyha nem tudom leteleportálni, akkor az egész egy nagy nulla konkrétan. Ha bizakodjunk, hogy itt lehet karavánt csinálni, kiderül hamarosan. No, ja, de most érdem, hogy ott át lehet jönni. Sárgán, zöldre át lehet jönni. Csak nem láttam. Jaj, nem. Nem fér be. Kinek a helyre rakjuk be? Jó kérdés. Há, az égnek. Ez volt a lényeg az egészben. Placs, ez jó fog esni. Jaj, mindig itt várunk, akkor kell. Ha, nem csinálni, basszus.
a tömeg, a tömeg. Kik az vannak, miért nincsen? Okay. És akkor ezt így be is rakjuk ide egyelőre. Van itt valami érdekesség még. Legalább. Vagy nem tudom oda, hogy lehet bejutni az öldekhez, mert valósan találom a sárga kulcsod. Elég gáz. Viszont le lehetne jönni. Na, csak itt jöttünk ki. Ez a kemes. Itt jöttünk ki. Ezt meg támadni. A nagy kérdés az, hogy itt átne te jönne, hogy én ezt felverem. Mert az tudom, jó lenne. Csak itt az a tövegy nem lehet átmenni. Csak aztán egy kiderül. Szép lesz. Egyet sem tudtam beszélni. Komolyan. Jó. Akkor még át lehet menni. Szóval lehet, hogy nem. De, át lehet jönni. Szuper, hát akkor egyszerű a helyzet. Azt csináljuk. Ezzel... Szerintem... Szóval ez szintén 21. Hát is arról be kéne járni az egész világot, azt is. Ezzel már viszont le tudnám elméletileg venni kéket, de csak elméletileg. De elméletileg nem kötelező, úgyhogy lehet, hogy leszarom konkrétan. Szia! Bár választásomban több száz ártatlan ember sikerült kimentem a hundi kanálos bányáival, most apám a mérdek lett halál súlyos terv volt számomra. A spájdalom nagy benyomást tett, a hundik is fog elleni csatározása, sem ideig sem veres álláspont elfoglaló törzsekre. Most egy tárnó viszonyú halálnak kira Oxer szeretett éjt. Újabb törzsektől is érkeztek képviselők, hogy királyok nem ismertek el. És hűséget fogadtak nekem népük nevében. Ezek a törzsek új katonákat is küldtek seregem erősítésére. Népem a sajnálat és a tisztelet keveri ki a tekintet rám, sajnálat a veszteségem és az aggodalmam miatt. Ugyanezek miatt tiszteltek népet. A barbárok érdekét és saját érdekemben én helyeztem. Ilyen embert nevelt velem Tardum, most jöttem csak rá erre. Mikor eljött a próbaidej, csak azért sikerült megfelelni, mert ő adott erőt. Ma reggel jöttem be, először az ősök közé imádkoztam. Azt kértem tőlük, biztosítsanak apámnak különleges helyet paradicsomban. Adjátok meg neki azt a boldogságot, amit a földön soha nem talált meg. Kenyeregtem, kenyes tekintettel. Köszi a pluszt. Ezt meg pusztítjuk. Sajnos. Ez van.
Az nagyon jó az a zene, élővám. Élőben is hallhattuk. És iszonyat jó volt. Hoppá, jó. Hát ezt simán leverjük. Konkrétan. Konkrétan és simán. De akkor mégis ezt nyújjuk. Köszi az újabb erősítéseket. Csak így tovább. Ez nem tudom, hogy a helyére menjen majd be. Viharmadán. Valószínűleg van egy csomó vára. Ez soha a szarba. Honnan jött az ki? Na, ide utána ezt. Ja, nem, ez valami újabb. És most akkor ezzel kéne levelnem, de hát ezzel meg fogom tudni. Szerintem. Attól tartok. Már ki tudja. Ki tudja. Olyan védelmem van már, hogy ezt hihetetlen. Jó, hát akkor menjünk erre lefele. Vagy milyen hely, őrült hely, de nekem őrült lennem kell, nincs hogy... Nem tudom, ezeket honnan hozta. Hát ezt elfoglalja, nem tudom. Ja, hogy van benne ember? No. Pff, hát ezt nem verem be. Legalább a hiány ománya megpusztul. A másnál is. Fészkes. Ja, tudom, hát innen hozta fentről, basszus. Nem hiszem el, onnan hozta fentről. Szokás szerint. Szivatás ezerrel, basszus. Hihetetlen. Szivatás halom, ami itt folyik. Ezt nem tudom, hogy gondolta. Akkor tudnám csak leverni, hogyha én lennék benne a vállalba, de akkor mondta, hogy nem foglalni most jelenleg. Hittek el. Utálom ezt, de nagyon utálom, de nagyon, de tényleg. Valahogy viszont most már közeledek feléje, de ezt a pontból, ezt kerestem. Most is ide kellett rakni az ellenség fővára mellé, mert miért nem? Na jó, most már azért a jóból elég legyen. Mondjuk az, hogy ide raknak ilyen hülye, itt van a kimenő, itt jött ki ebbe, hol biztos vagyok, mert az erőhely egy pont nem tudom elfogalni a vára. Szuper. Szerencsé az, hogy
körülmények, akkor az egységes erővel leverem a húsba, tehát megjegyzenni. Tudtam menni komolyan. Biztos lehet. Most talán gyengébb is jaj, nagyon hajszálfokkal. Közben főső államért tudjuk elfoglalni, de én meg úgy felerősítettem a fősöregemet, hogy neki annyi. Oké, jó, rendben. Jaj, ne, még van egy narancsárga, de várj csak az nincs meg már nekem. Türkézöd. Narancs, az is minden megvan. Szuper. Jól vettem ki. Na. Most meg arra jön. De a két hős sem mindent le... Leoláz, úgy látszik. És elvileg az a gond, hogy lehet, hogy itt van még egy várom. Hát, valami meg, hogy ott jött ki. De rakta. Ha. Hihetetlen. És rohadék szemét. Jó. Letankolunk. Mindenhol. De akartad, hát négyen. Ide szépen mindent konkrétan. Mindent elküldünk. Hát, na basszus. Na, oda ilyen. Köszönöm, hogy a kertben marha kérem alásan. Most... Várható volt. De egy kis, itt van-e még város? Ez itt a nagy kérdés, igazából semmi más. Ez jó, jön el majd hamarosan. És azt is elfoglalja, mert ez várható volt. Egy levesbe. Már lehet, hogy nem kéne egyébként kidugnom. Francba. És mindegy. Aha, szóval foglalja el, de még lehet, hogy a városba se ér vissza pont. Ez a vicces a dologban. Mikor érnek majd ide a karavánok? Csak majd jó lenne, ha ide érnének.
Például megtorlás, ezt úgy hívom, ezt a kategóriát. Megtorlás. Hello! Hát ez nem valami erős. Felrett. Nem olyan gyengének sem mondanám azért. Nem, de erősnek sem. Tűnt. Ha te ezt akarod, hát legyen háború. Én most sajnálom. Igen, értsetek. Szeretnéd mi? Mi sok mindent szeretnénk. Nem tudok már szint lehetni, csak a másikkal. Csegy. Nézzem. Ó, bakker! Hülye megvitalként ahol lesz, és nem hiszem, ezt akartam, hogy jöjjön meg. Erről megvitalként ahol. Ez hihetetlen lesz, és nem hiszem el. De még így is jövök az első, de csináltam egy kis nehezítést magamnak. Akkor jönnek már ide a kedves emberkék. Karavánuk. Na, már nem sok kell. Oké, ezzel szerintem én elfogom azt a másik várat, mert ezzel a sereggel veszetem, nem tudom. Jaj, ne! Jaj, ne, jól, akkor inkább beszarjuk. És elfoglaljuk a felső várat. Azért is egy nagy nulla még a hőseregével szemben. Most csinálok szerintem egy... Ám, de egyre oda volok mind a kettővel, aztán meglátjuk. Aztán meglátjuk. De, vagy hát nem tudom, nem tudom. Lehet jobb benne inkább lehúzni vele. Ezt a kéket végül is nem kell megölni, nem írja a küldetés, úgyhogy nem öljük meg, kész, hát most. Na. Látom, hogy békibe. Szeretne még rohangászni, hát legyen. Tudom, még ezt elfoglalom. Is. Mindent megveszünk, ahogy csak kell. Itt is. Tudom. Másik pár van, lehetséges ez. Ezt nem tudom. Most csalatkoztam. Eléggé nagyon. Ugye Kentorok nélkül azért szar, jó, hát nem a legerősebbségem volt, de azért megöltem el 150 Kentorot véletlenül. Azért az nem kevés.
is vissza. Lehet, hogy nem bírod a pont, de... Nem. Ah, kandzol. Szaros nomán van ott kín. Meg is trükkös. Jó, te akartod, hát legyen. Száz. Hápja. Megadészen fogom tudni nevelni szerintem. Ez a sereggel. De hol van a főzőse? És egy jobb kérdés. Csak veszed el, hogy legyen ezt a sereggét basszusra. Nagyon gázod, de kell minden a másik részt is sajnos. Amelyik közben fog menni. Be kell zúzni ezt a rohadt kaput. Támad, hogy azonnal meghal, szóval... Most sajnálom, megöltem azt a 162-től, talán újra sokat azért nem számított volna, de azért... Azért valamit mégis. Itt nincsen karaván. Basszus. Ezt elfelejtettem. Aha. Rossz fel a mész haver. Hogyha a hősei meghalnak, az viszont gáz. Mind a két hős berakom. Az azért jó, mert akkor a másik hős is fog iszét kapni, ha nyerünk. Ha nem nyerünk, akkor ugye... Egyszerűen nem, de... Hát akkor mindent elküldtem. Oké. De miért nincsen gyors csak ezt nem értem, miért kell ezt nekem mindenképp leverni. Nem értem. Semmi.
egy idő az, ami oldalunkon áll. Na, jó kérdés, hogy mit tegyünk. Ezt ide rakjuk, ezt ide. Ide. Akkor ezt ide. Többet ér. Rúg a cseresznye. Nem tudom. Legyen, előre. Minden betörünk. És melyik? Veg. Nincs valami esete. Köszönjük talán. Sem rossz. Levertük, majd ilyen velünk van, hogy ezzel levertük, szerintem. Valahadig basszus. Így nem tudom megvenni. De oldalról se vassz is. Hihetetlen. Oh yeah. Ugrottunk szinte? Nem. És ugyankor lehet, hogy XP-t nem kapnak. Ez gáz. Mi kell még? Lehet, lehet, hogy kaptunk XP-t. De lehet, hogy nem. Visszajött egy csomó emberem, vagy mi a franc? Sajnod a lábam. Ennek szerint még mindig éjjel. Ez gáz. Hívják, hogy gáz. Nem baj, akkor ezt csináljuk. Úgy. Egyszerű a helyzet. Kiket arra se kell megölni. Basszus. Hány nap. Isten. Na, ezt inkább lehajtjuk. Na. Meg szerint valahol vagy egy hős, vagy egy vár, még mindig van. És itt még lehet egy vár, vagy itt. Valahol még van minden esetre. Jó, hát meg tudjuk látni hamarosan. Így kell meg szerintem talára se kell foglalkozni. Meg tudom hagyni? Át tudom.
Jó, jövök. Kéket meg leszarom, olyan messze van, hogy... Nem amiatt szarom le, nem amiatt meg reantítelen, hanem messze van. Mert szerintem le tudnám ezt a végezzel a gyengeségre is leverni, csak... Maximum az csak a Play XP-t. Egyik hűssel. Na kíváncsi, ezek hol bujkál ez a rohadék. Mindjárt meglátjuk, hogy itt van még esetleg valami? Csak nem. Jaj, át kéne menni ide? Lányt. Egyébként. Ez is az esély. Most fieség volt, amit csináltam, de sajnán bügy. Nem tudjátok el, hogy miért, mert csak 1500 XP kellett volna körülbelül. Következő szinthez. Na, akkor csak ott világnálom valami. Ezek alapján. Most se találom. Nem ezt is én. Na, hát kell menni a narancson. Úgy látom. Kék nem tud kijönni a várból, vagy mi? Ja, mindenhol mindent megveszünk. Mindenhol mindent megmondottam. Könnyű pálya volt, megint a szivatások miatt egyébként semmi más nem volt a hiba mértéke, csak a sok szivatás. Most már az egyéni helyekről nem hozottak el senkit és semmit. Csak a biztonság véget minden ember kell. Oké. A sereget már egész jó. Mondja vagyok. Nem tudjátok, várunk még. Hú-hú. Na, elmegy ez a sereg.
tartozik minden. Most felfrancol, mit akarod bejutni? Mi a... franc? Hogy menjek be? Hát, hogy mégis el kell foglalni a kéket. Basszus, nem tudom, mi van. Komoly. Zöld sereg, mondjuk. Jó, hát. Valahogy éreztem, hogy ilyen szivatás lesz már megint. Mondjuk gondoltam mindezt. Ja, de most itt szemed, hogy nem tudod kéne, én nem tudom, ennek ő se tud. Neki annyi. Ez mi? Jó, hát köszönjük el. Hát most mi volt? Hundik saját kránya is őt véget vettem haduruhámának. Hundik népe szegény volt, kihezett és kétségbe esett. Sok munkával kerül majd mind kiemelkednek a szegénységbe, elsősorban azokra a nőkre és érekre kell unanom, akik Hundik lányaival szembennek, megtaláltak őket, piszkosak voltak, betegek és éhesek, de most már legalább biztonságban voltak a harcosok azoknak, mikor végre átölelhető családtagjaikat számukra háborúra szívő része véget ért. Dárik mérfoltos baltával kezében sétált oda mellém. Már nem is állt valászi a trupját, ahogy még ahhoz, hogy harcos legyen, nem tudtam leveszélni a vadkampat, a törzs utasot, akik gyakorlatilag dérek volt a törzsfény. Egyik is valaset történt, mondta Dérik. Miféle valaset? Kérdeztem. Mondjuk a gyilkosságot követett egyszer rájában. Nem kérdeztem, mondjuk, hogy miért követni a gyilkosságot, mikor feladta magát és gyáván figyelem egy könyörgöt. Nem kérdeztem, hogy ölte meg magát, mondjuk, vagy hogy miért csak egy püsvér Dérik baltáról, mikor a csata már órákkal korábban véget ért. A csata véget ért, tanul halott, én pedig fáradt vagyok. Ez volt az utolsó alkalom, hogy fogyott baleset ért, Dérik megértette. Mondtam határozottan. Igen, ha még egyszer előfordulom, azt kapod a törzset, hasonló baleset fogja érni. Dérik szégyenkezve bólintott, megértette végre, amit is tett. Én jelent megpróbáltat volna bocsánatot kérni. Tovább lóvoltam, hogy csatok azok a csapataimhoz. Alig jártam fél után, amikor furcsa kántást lőtt a hegy oldalt, elejétel nem értettem. Mivel odaértem, egész seregem sőjét, Hundik törzse és felsorozott előttem. Tökök szakadtál meg, kiáltoztak karjukat és rendeiket fajzsékra csapkodták lábukkal a földön, de fogtak így a viharzánál és hangosabbak voltak. Vércsák, vércsák, vércsák. Elmondok neked egy történetet, vércsák. Tanulhatsz belőle. Ide néz. Itt egy párzó pókpár és egy skorpió. Mind mérgező teremtmények. Nézd, milyen könnyen megöli a skorpió a hímet, mert az olyan kicsi. Most a nőstény pók párja elvesztésén feldühödve teljes erejéből megtámadja a skorpiót. Látod? Megöli a skorpiót. De milyen áron? Ő maga is vele pusztul. Ez a fajta vakgyűlölet veszélyes és értelmetlen. Ott volt az előbb is a vulgárhős. De várj, ezt nem vertem le. Már csak egyetlen hadurván légy csak útjában, aki megbadászhatja a barbártősök egyetlen közösségi alakítását, csak újra kipusztulás sérülére sorolhatja őket. Ez a férfi ugyanaz, aki megölte végig csak apját, így az ifjú király különös gyűlöttel is eltedik genisztelő bugali rán. Ha szeretnél legyőzni legegyűgöttebb ellenséget Vécsáknak, uralkodni kell érzéseim még a legnehezebb ideigben is. Hát ez sem egy olyan nagy térkép.
Már csak genisztről fogerrel kell számolnom. Kihívtam egy párbarra, hogy a háború tisztességesen tovább jelentás nélkül érjen véget, de ez a körülmények az ember nem hajlandó elugulni egy erőítményéből. Egyedül pedig nem vagyok hajlandó oda besétálni, nem bízom Vogel szavában. Mi kell hát hatolnom Vogelnek, hogy irodalom meg el kell intéznem néhány dolgot. A három szarú törzs tagja például, amikor azt kérték, hogy csatlakoztassák a többi törzshöz, mert így őket is megvédelmezni, és az ügyelépítéshez is kapnak segítséget. A többi törzs közül többen is dősen vetették el javaslatot, mert alig nem hittek korábban a rendkező törzsnek még kundik voltak az ére. Mindig is nehéz volt megbocsátani az ellenségnek. Felvidített, hogy kísérletetlen kell apám kétlen halálának megbosszulását. Haragom tovább nyújt, mikor az apám holtestének megkutatására küldött hárfiák, üres kézzel tértek vissza, átkutatták a szakadék minden zegény cugát, de csak egy kis vér találta. Kivihette el apám holtesté? Vogel? De hát mit is kezdhetne tárna holtestével? Ezt azért még meg fognak kérdezni tőlem, mi a cél, de fenn gardom. De először is lássuk a másik ügyet. Hát innen fogjuk folytatni a következő videóban, hogy úgy nem teletek. Sziasztok!